vagyunk egy fantasztikus divatbemutatón. Mire megy ki ilyenkor a játék? Mert egy első blikre nem tartottam semmit gyanúsnak, holott azért itt kicsit speciális a helyzet. Itt felműtött hölgyek divatbemutatóját látta a kedves közönség. Valamennyien több éve, hosszú évek óta estek át a melműtéten. És ezzel a divatbemutatóval mi azt szerettük volna bizonyítani, hogy melműtét után is van élet, és ugyanolyan nő, ugyanolyan anya, ugyanolyan feleség melműtét után is, és ugyanazokkal a gondokkal küszködik, mint érintetlen nőtársak, vagy mint azok a hölgyek, akik még nem estek át melműtéten. Ma már nem azonos a rákbetegség a halál szinonimájával, és mi ezen a szemléleten szeretnénk változtatni, hiszen ezek a nők, akik itt most bemutattak, nagyon régen átestek az emlőműtéten, és bizony külső szemlélő számára azt hiszem, hogy ez teljesen észrevétlen volt. Persze ehhez kellettek ezek a speciális fehér nemű kis fürdőruhák is. Az itt fellépett hölgyek nem profi modellek, vagy hát legalábbis nem iparszerűen űzik ezt a mesterséget, mégis olyan profin viselkedtek és mosolyogtak. Ez már a modell profizmusnak a mosolya, vagy ők tényleg ennyire kiegyensúlyozott, boldog, végül minden jóra fordult szemléletű hölgyek? Ma már ez a mosoly, ez valódi, hiszen ők is átestek azokon a stációkon, ami a rákbetegség diagnózisától a gyógyulásig vezet. És ma már azt mondhatom, hogy ők valóban egy missziót is töltenek be, és ez a mosoly, ez valódi. Itt nem arról van szó, hogy ők magamutogatóként vesznek részt ezeken a divatbemutatókén. Nyilván kell hozzá egyfajta exhibicionizmus is, de ők értünk dolgoznak, a többi nőért, akiknek be szeretnék bizonyítani azt, hogy igen, melműtét után is van élet.